4x20 méteres hálóval körbekerített világítással ellátott öt sport tűzésére alkalmas a szekszárdi Dienes Valéria általános iskola most átadott új ízületkímélő borítással ellátott sportpályája. Az iskolában 485 diák jár, ők mostantól már nem csak a fedett sportcsarnokban vehetnek részt testnevelés órákon és délutáni sportszakkörökön, hanem az új rekordtámpályán is. Ez azt jelenti, hogy egy időben egyszerre 3 és 4 osztálynak van mindig testnevelés órája. Van ugyan tornacsarnokunk, van egy kis tornatermünk is, de nem férnek el. A tegnapi napon is néztem, hogy meg kell osztani ilyenkor a tornatermet, 2 osztály van bent, nagyon-nagyon egészségtelen, akár a gyerekekre nézve, vagy akár a pedagógusra is nézve, úgyhogy ez a pálya óriási segítséget jelent. A pálya megépítésére még 2017-ben az előző városvezetés pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. Az 54 millió forintba kerülő fejlesztés építési költségeiből 40 millió forintot helyi vállalkozások TAO támogatáson keresztül, további 14 millió forintot pedig a város önkormányzata biztosított. A Dienes iskolában nem az első nagy projektünk, hiszen tudni kell, hogy az elmúlt években azért az évkezdőt kiépítettük, a vizes blokkot felújítottuk, és egy hamarosan kezdődő nagy beruházás elé nézünk, egy 600 millió forintos keretösszegből a teljes intézmények a felújítása meg fog történni. Tehát mi azt szeretnénk, ha minden iskolákban, óránkban ugyanazok a feltételre fogadnak a gyerekeket. A város önkormányzata korábban az előző önkormányzati ciklus idején helyi vállalkozásokkal és a KSC-vel együttműködve már a Baka és a Garai János általános iskolákban is kialakított szabadtéri sportpályákat.